Sziasztok, emberek! Üdvözlök mindenkit! Itt a legújabb mini túlélős kis térképünkön, ami igazából egy challenge lesz. Méghozzá az, hogy itt vagyunk egy virágos lét... Virágos réten, mint lehet látni, mindenfelé, ameddig csak a szem ellát, virágok vannak, de töménytelen, gusztustalan mennyiségben. Fúj! Nincs is ezzel semmi gond, a túlélés lényege az, hogy kijátsszuk a játékot úgy, hogy csak ezeket a dolgokat használunk, meg a villageröket. Itt van velünk Josh, itt van velünk Andrew, itt van velünk a jókedvű Jacob, és a mindig mogorva John. Ötülük tudjuk megvenni a különböző dolgokat. Na most, hogy ugyan leírták, hogy minden szükséges dolog megtalálható és megvehető a villageröktől, ami pedig nem... Hoppá, itt a dolog. Na, ami pedig nem... Minden másra ott van egy... még vannak cuccok, na mindjárt elolvasok. Ott vannak a crafting receptek, amiket én meg is nyitottam magamnak természetesen oldalra. Teljesen egyedi receptúrák léteznek ebben a játékban. Tudunk craftolni majd egy ilyen kis szüttyöt, egy ilyen kis baget. Most nem mondom el, hogy hogyan, majd hogy eljutunk oda és nem felejtem el, akkor úgyis meg fogjátok látni. Tudunk craftolni magunknak elitrát, ami nagyon fontos, ugyanis azzal tudjuk berepülni ezt a hatalmas nagy virágos gyönyörű rétet. Tudunk craftolni magunknak jeget. Fogalmam sincs, hogy minek nekünk jég, de tudunk craftolni. Nice. Tudunk craftolni magunknak, hát ez igazából, ez nem tudom, hogy ez micsoda, mi akar ez lenni, haver, ez mi? Nem tudom kivenni a képen, de valamit még itt tudunk craftolni, ez egy blokk. Mud. Jó, tudunk craftolni Nether Wart magunknak, tudunk craftolni az Ender Dragonokhoz, Ender Dragonhoz, egy portálhoz, ilyen cuccot, nem tudom, portál cuccot tudunk craftolni, prizmarin tudunk craftolni, homokot tudunk craftolni, shulkert tudunk craftolni, és a személyes kedvencem a tridentet. Úgyhogy ezeket le tudjuk craftolni teljesen magunktól, nézzük meg, hogy mi van ebben a ládikóban. Flint. To make a flint and steel. Köszönjük szépen az információt. Azt mondja, mood. You don't know how... Just like this. Nem tudom, hogy ez micsoda, de úgy legyen, visszatesszük a ládikóba azért a biztonság kedvéért. Jó. Map. Ja, hogy ezek a kihívások, hogy ezeket kell megcsinálnom. Ja, hogy itt nem csak annyi van, hogy amúgy játszam ki a játékot, te atyaisten, hanem ezeket még itt csináljam meg. És a bónuszként van benne, hogy öljem meg az Ender Dragont. A second time. Talán a legegyszerűbb az, hogy építsük egy házat, szerezzek 10 darab vas rudit. Meg ti az összes virágot szerezzem meg. Ja, hogy az összes fajta virágot gondolom. Csináljak egy bob grindert, csináljak villager farmot, meg hát mindenféle ilyen izgalmatos dolgok vannak ebben a pályában. Szám szerint azt mondja, hogy 30 darab küldetés plusz 5 darab ilyen érdekesség. Oké, először is én arra vagyok kíváncsi, hogy mi van ez alatt. Milyen mélyre tudunk leásni? Mert valószínűleg nem lesz más a pályán, csak dört és dört a meglepetés véget. Úgyhogy most szépen leássuk. Leásunk. Milyen mélyre tudunk lesüllyedni? A föld jobbrába. Nos, állapításom szerint ez mélyebb, mint gondoltam. Én azt hittem, hogy van itt maximum 3 layer. Hát ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna. Nézzük meg. Elsőnek 16 darab. Itt ez a mood. Moodból tudunk cobblestone csinálni. Oké. Szóval kell nekünk dandelion. Úgyhogy szedjünk dandeliont. Gyere ide. Kutya tej. Szedünk egy párat a biztonság kedvéért. Szerintem ez végtelen mennyiség van, nem? Tehát, hogy itt a virágos réteken végtelen mennyiségű dandelion tudunk szerezni. Olyan hülye neve. Dandelion. Dandelion. Na, itt is van egy 64-es stack plusz 2. Jó napot kívánok, öcsém, ebből kérnék szépen magamnak. Hát ez 4 darab lett, az nem túl sok. Nézzük meg, hogy ezt a nagyon híres neves budot miből tudjuk craftolni. Borzasztó egyszerű receptje van, de első körben csináljunk magunknak egy nagyon fontos dolgot, egy crafting table-t. Srácok, mit szólnátok, hogy tudom, hogy nagyon gáz, amúgy nincs sehol, semerre, az egész pályán nincsenek épületek, le vannak tiltva, külön ki is lett emelve, és tudom, rohadtó gáz, de bakker, építsünk egy dirt házat. Tudom, nagyon gáz. Óriási, nagyon-nagyon gáz, de nem tudok jobbat kitalálni. Tessék, itt a mood, és akkor ki is szedjük 7 darabot.
Hát a legfontosabb az lesz, hogy csináljunk magunknak egy ásót szerintem. Csak egy igazándiból feleslegesnek tartok csinálni, mert halljuk be, minek? Nem nagyon hiszem, hogy kelleni fog. Várjál, még itt tudunk 16 darab ilyen cobblestone-ból szerezni vasat. Na várjál. Szóval első körben én azt mondom, hogy itt szépen alakítsuk ki magunknak egy nagyobb területet. Mondjuk legyen ez gyorsítás. Eltörött a kis ásom. Na semmi baj. Úgy gondoltam, hogy lesz nekünk itt ezen a területen egy ilyen földbányánk, nem is tudom minek hívjam igazából, szóval ez lesz az a terület, ahonnan mindig ki fogjuk kapni a különböző földeket. A különböző földeken egyfajta föld van, szóval innen fogjuk mindig kimerni, és akkor nem zavarjuk itt majd az arra felé terjeszkedő, gyönyörűséges építményeket. Na, nézzük, innen tudunk majd tovább haladni. Én azt mondom, hogy el kéne jutnunk legalább addig, hogy legyen nekünk egy water bucketünk, mondjuk lapislazulit, úristen, várjál már, 4 darab iron nugátból lehet csinálni lapislazulit. Oké, legyen úgy, csináljunk ilyen mudot még, ezt a, nem is tudom, hogy ez mud, az mi akar lenni, nem tudom, hogy mi magyarul a mud, sár, de hülye vagyok, na mindegy. Szóval, látjátok, mindig fejlődik az angol tudás, szóval csináltunk sarat magunknak, és ebből tudtunk már 41 csinálni, jaj, de jó, jaj, de nagyon jó. Várjál, viszont mit akartam még? Ja igen, ebből szerezni magunknak vasacskát. Oké, hát 2 darab lett, az nem sok, viszont még nem tudjuk ezt megcsinálni, ugyanis csinálok magamnak még egy ásót a biztonság kedvéért, és utána 1 darab cobblestone-t még hozzácsapunk majd a közöshöz, és akkor csinálunk belőle egy sütőt, a sütőből pedig kiégetjük a vasakat. Ilyen nagyon egyszerű lesz ez a dolog, úgyhogy szerintem most megint folytatom addig, amíg el nem törik ez az ásom, és akkor majd utána visszajövök, vagy hát gyorsításba tudjátok nézni. Ezt is leástuk. Hamarosan ez, nem is azt mondom, hogy monotonná fog válni, de megpróbáljuk azért minél izgalmasabbra megcsinálni nektek. Jó, szerzünk még cobblestone-t, és akkor várjál már a cobblestone-ból még mielőtt bármit csinálnék, ilyet csinálok, sütőkét. Ami bennem így megfogalmazódott, ilyen példaként az, hogy vagyis hogy egy ilyen gondolat füzérként megfogalmazódott bennem, hogy oké, hogy én megcsinálom ezt, de, és ez egy hatalmas nagy de, mivel fogom én kiégetni? Itt a fával? Mondjuk tehetek mást, várjál, akkor Josh, nekem adjál létsző. Mondjuk virág az úgy is van, az lesz, az mindig lesz. Virág az mindig lesz. Ne mondja már, hogy egy hiányzik hozzá. Úristen, lemegy a nap. És nekem se ágyam, se semmi, valahogy apjút tudok majd szerintetek csinálni? Vagy azért is meg kell majd küzdenem külön? Valószínűleg azért is külön majd meg kell küzdenem. Azt mondtam, hogy állatok meg ezek spónolnak? Gonosz mobok biztos spónolnak, nem? Én úgy hallottam, hogy azok spónolnak. Legalábbis kell nekik, már csak abból kiindulva, hogy ugye mob grindert kell csinálni, akkor biztos, hogy fognak spónolni legalább zombik meg creeper. Aha, úristen, hoppá. Akkor ezt eltesszük ide gyorsan. Uha, hello, várjál, melyiknél lehet gyapjút venni? Nem lehet valamelyiknél gyapjút venni? Itt. Úristen, kell hozzá egy gabona. És hogy szerzek izét? Úristen, de megijedtem tőled. Na várjál, téged itt most itt le akarlak gyorsan rendezni. Így, haverom, légy szíves. Légy szíves. Tűnj innen. Kérlek szépen, így. Le szépen úgy. Tessék, már nem is tudsz kijönni. Csinálj magunknak egy kardot, még mielőtt itt bármi történne. Tudom, hogy ez nem a legjobb befektetés, de most ez kell, sajnos. És hát addig bizony folytatni kell a munkát, ezeket eltesszük, még mielőtt itt egy creeper ránk robbanna. Milyen kedves, hogy kaptunk 4 darab husikát. Ez igazán nagy lelkű tőle, nem? Szóval a zombi, ő itt maradhat? Aj, de jó lenne, hogyha tudnék valamit adni a kezébe, és akkor megmaradna nekünk a zombi. De így viszont még nem. Ez most itt fog örögni nekem egész éjjel, ezt nem csinálhatja ezt velem. Nézzek, szegény, ki akar jönni, de nem tudja, Istenem, szegény! Azért erre nem számítottam, hogy itt lesz éjszaka is. Szépen körbeássuk a zombit, jó? Így azért,
Nem fogjuk hagyni neki, hogy csak úgy kimásszon innen. Így. Jaj, nem, így bele fogok esni. Mindegy, így nem tud még kijönni. Legalábbis remélem, hogy nem fog tudni kijönni. És akkor mi meg itt folytassuk az ásást. Aj, megint eltörött. Nagyszerű. Nagyszerű, de semmi gond. Mindig elfelejtem, hogy előtte még a dörtöket át kell kraftolgatnunk. Jó, ezt leadjuk. Nagyon jó, és akkor ebből ki tudunk szedni ennyit. Zsír. Ezt meg be tudjuk tenni, és akkor ég. És addig se spórolnak ilyen közel hozzám. Ez így azért nem egyszerű. Mit tudunk csinálni? Ilyen poppit tudunk szerezni. Poppiból tudunk kék orchideát szerezni. Aha. Ott ez a skeleton nagyon közeledik. Aj, nagyon sokan vannak, de öröm lesz nézni, hogy elégnek. Hol van a nap? A nap? A hold? Még föl sem ment teljesen. Oké, nagyon jó, ez is megvan. Letesszük. Várjál. Haladjunk tovább, haladjunk. Áó! Jó, szerencsére a villageröket nem tudja megölni. Viszont ami még eszembe jutott, az az, hogy meghalok. Ha-ha-ha. Ez így nem lesz jó. Ebből most nem sokára az lesz, hogy teljes egészében meg fogok halni. Menj innen, creeper. Please. Hol van a kardom? Hé, a kardomat nem kaptam vissza. Hol van az a kard? Ott van valahol. Itt még lebegnek a cuccok. Nagyon jó, itt a kard. Hup, oké, a kardot gyorsan. Jaj! Jaj! A legjobb az lenne, megmondom nektek a frankót, a legjobb az lenne, hogyha elbújnánk valahova. Júj! Nagyon félek! A leborultját! Na várjál, haladjunk így. Trükkös leszek. Tudunk csinálni egy ilyet, hogy ha ezt itt kiütöm, akkor ide be fognak esni. Hello? Pajtik? Kivéve a creeper. A creeper esik be a szívás. De itt be tudnak jönni hozzám a mobok. Az a nagy szerencsém, hogy itt be tudnak jönni hozzám. Várjál. És akkor én itt le tudom őket csapni. Erre is csinálunk egy ilyen kis mob, nem tudom, csapdát. Vagy nem is tudom, minek hívjam ezt. Ez nem mob csapda amúgy, csak így csináltam ide egy ilyet. Ide is, hát ha jön valami. Csak pici zombi ne jöjjön, mert az viszont rám veti magát. Oké. Körbe lettünk védve. Hogy de jönnek? És ne adja Isten, beesnének, akkor itt le tudom őket csapni. Csak az a gond, hogy ugye nem látnak engem. Ellenben, ha csinálok egy ilyet. Nem tudom kijutni. Aha, nincsen nálam csákány, de hülye vagyok. Jó, ez nehezebb, mint gondoltam. De itt most szépen megvárjuk a nappalt. Hát maga még mit keres itt? Szóval a hangokból ítélve jó úton járok afelé, hogy megdöglöttek ezek a förmedvényes guztustalanságok. Úgyhogy ideje kimenni. Hello, jó reggelt kívánok! Várjál, viszont amúgy nem lenne rossz elkapnunk ilyen endermeneket. Ránézek valamelyikre, mondjuk rád. Haver, gyere ide! Nem tudok ránézni. Opá, na most! Gyere, Pajti! Gyere, nyugodtan. Hoppá, nézek, hogy jön. Menj már a francba! Ha mekkorát csapott rajtam, hallod? Akkorát odavágott nekem, hogy azt hittem, ott maradok. Na várjál, akkor még nagyobbá tesszük el, most újra belenézünk a szemébe. Most már csak nem ér el. De nagy hangja van. Fiatal ember. Ideje megpusztulnia, nem gondolja? Annak is belenézünk a szemébe. Hello, puf. Oké. Fia, hogy jön? Hogy jön? Hogy jön? Hogy dolog van? Ez az. Úgyis kell nekem a cucc. Ez az Enderman, ez nagyon tud ám csípni. Gyere, pajtás. Úgy van, te is meg az... leesett. Nagyon jó. Na, hát nice job. Hát én úgy érzem, hogy ez igazán csak nice job. Ugyanis lett egy csomó Ender Pearlünk. Az a csomó pedig nem más, mint kettő. Az azért annyira nem sok, valljuk be. De legalább most már haladunk valamerre. Elindult a buli. Elindult a buli. Na, az első éjszakát túléltük, ezért ez szerintem vállonveregetést megérdemlünk ezért. És akkor most jöhet az a következő szisztéma, hogy kéne nekem, hogy csákány is leüsse ezt a kő rengeteget, amit oda tettem. Mi a szisztéma? Hol tartottam? Elfelejtettem, hol tartottam. Hol tartottam? Ja igen, Mr. Josh-nál. Josh-nál pedig... Hát ugye a dörtökből kell nekünk csinálni kublisztont, vagy sárat. Sárból pedig tudunk csinálni kublisztont, kublisztonból pedig majdan tudunk csinálni vasat.
Jó, 32 darabból tudunk csinálni, 2 darab, atyaisten, szerintem lépjünk tovább. Én azt mondom, hogy 4 darabból tudunk 1 darab lapislazulit csinálni, 2 darabot, bocsánat, 2 darab lapislazulit, és utána ezt, tehát ehhez kell 8 nekünk, ugye? 8 darab kell nekünk van 5. De baj, hát haladunk, hagyd dobogjon a hajunk. Tehát így lett már is 2 darab lapislazulunk. A probléma a következő, kacok, amit én nem tudok, hogy ki lehet-e ütni, nem játszottam olyan régen. Vagyis túl régen játszottam már, na ezt akarom mondani. Fogalmam sincs, hogy ki lehet-e ütni a lapislazulit ilyen csákánnyal. Sejtésem szerint ki? Ki? Wow, holala! 16 darabból meg lehet egy gyémántuk. Nem is olyan vészes! Már csak egy bucket kell... Bucket? Szóval már csak egy bucket kell nekünk. Bucketot pedig úgy tudunk csinálni, hogy szerzünk még sarat. Sarat pedig úgy tudunk szerezni, hogy szépen áskálunk. Én azt mondom, hogy beáldozom ezt az egy vasat. Csak azért, mert ezzel többet tudok kiszedni az ügy érdekében. Jó, ebből meg csinálunk magunknak egy csomó fát. Tudj, nagyszerű. Ezek meg majd jók lesznek egy nehezebb időre. Jaj, de hülye vagyok. Amíg itt várok, addig csinálhatnánk így... minek hívják azt? Szenet. Szénből pedig majd csinálhatunk fáklyát. Szóval én most vegyek tovább. Ó, mennyivel jobb érzés ezzel kiszedni, mint a hülye fa, mi az, kő ásóval. Sokkal jobb érzés. Szóval most szedünk dörtöt, és akkor megcsináljuk a vizet. A vízből pedig lesz egy cobblestone generátorunk. A cobblestone generátort pedig fel tudjuk használni arra, hogy ne kelljen szenvednünk azzal, hogy cobblestonehoz jussunk. Ami pedig azért nagyon jó nekünk, mert hogyha van cobblestoneunk, akkor lesz egy virágunk, és ebből egyikből következik a másik. És akkor így tudunk végre valahára haladni. Na, akkor én ismételten csak dörtöt fogok szedni. Ez pedig ti. Nektek kivágjuk. Vagy felgyorsítjuk, majd ami lesz. Na! El is tört ez a jó kis csákó. Jó. Ebből most szépen csinálunk még fáklyát magunknak. És akkor csináljunk mudot. Én azt mondom, ez a vas cucc, ez határozottan megérte a pénzét. Én úgy érzem. Kublisztonból pedig tudunk ilyet szerezni magunknak. Hogy de miért csak 4-et? Ez olyan kevés. Jó, nagyszerű, azért ne égessük ezt így tovább, és akkor égessünk neki így vasacskát. Jó, és akkor vasból lesz végre water bucketünk, és utána még kell nekünk szerezni igazándiból, rohadtul kell még nekünk szerezni, most ezt beáldozzuk egy darab mi az Isten ásóra, mert szerintem azért most már vagyunk annyira gazdagok, hogy megtehetjük, hogy már ilyet használunk, nem? Szépen beáldozzuk erre. Nagyon jó, és akkor ebből meg lesz a water bucket, kérem szépen a water bucketet, kérem a water buckethez valót, nagyszerű, ezt eltettem ide, nice, akkor ezzel meg még égessük, jaj de jó, de hülyeség ez, oké, nice, jó, és akkor ez, ja, meg persze kell hozzá a lapis, tehát ebből lesz egy darab water bucketunk. Kéne majd még egy ilyen water bucket, arra is meg lesz majd a cash, úgyhogy nem kell félni. Szóval, ja, ez egy jó biznisz volt most így, azt érzem. Fáklyák kellenek nekünk még, rohadtul fontosak, mert én még egy ilyen estét nem akarok végigélni, mint az előző volt. Úgyhogy megpróbálom úgy fáklyázni nagyjából a területet, hogy úgy azért... mindenhova jusson egy kicsi. Ez Isten, nekem van egy csákányom. Mikor lett nekem csákányt? Csináltam csákányt? Mikor csináltam csákányt? Én teljesen le vagyok maradva. Na mindegy, elfelejtettük, de van csákány, úgyhogy nincsen para. Ezt még ide letesszük. Így, és akkor nice. Nice. Majd eszünk húsit, de most egyelőre nem vagyunk rászorulva. És hát tudjátok, mi következik, szedjük a blokkokat töménytelen mennyiségben. A Istenem, és ami nagyon bosszantó, hogy megint lement a nap. Hogy lehetséges ez? Hogy mehet le ilyen rohadt gyorsan a nap ebben a játékban? Hát nem hiszem már el. Akkor gyorsan kell itt cselekedni, gyorsan kraftoljuk össze, amit összetudunk. Nagyon jó.
Oké, cobblestone. Cobblestone-ból kell ilyen nekünk. Nagyon jó, ezt bepöffentjük itt a gáztűzhelybe. Oké, és akkor már van egy water bucketunk. És akkor mi kell a lava buckethoz? Kell nekünk 16 darab. 16 darab rönk. Én meg mindegyiket elcraftoltam, de okos vagyok, istenem. Na mindegy, szóval szerintem srácok, eddig jutottunk ebben a mai epizódban. Hogyha tetszik nektek ez a kihívás, akkor csapassatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és leszétek meg a leírást, ugyanis a nagyon menő epic neonos zsindabos cuccokat ott tudjátok beszerezni. A Csótányvadász első, illetve a második részét már a Libri könyvesboltokban is be tudjátok szerezni. Hogyha eddig nem tettétek volna meg, akkor itt az idő, ugyanis nem sokára a harmadik része is meg fog jelenni. Köszönjük, voltatok, sziasztok!